Az elmúlt másfél-két hétben hazánkat és térségünket is elkerülték a frontok. Ugyanakkor a hőmérséklet napi ingadozása messze meghaladta az ilyenkor megszokottat. A hajnalban és korra reggel mért közel fagyponti levegő hőmérséklethez nem ritkán párosult 20-25 fok közötti napközbeni érték. Ebben az időszakban pedig az átlagosnál többen fordultak orvoshoz fejfájás és fáradékonság panaszával. Azt lehet mondani, hogy azért ez a hőingadozás az egészséges szervezetet is valamelyest megviseli, de leginkább azoknak kell odafigyelniük, akik tudják, hogy fokozottan érzékenyek a nagy hőmérsékletváltozásra, illetve azoknak kell fokozottan odafigyelniük saját magukra, akiknek valamilyen krónikus szívérrendszerű vagy egyéb megbetegedése van, ugyanis ezeknek a betegségeknek a romlását idézheti elő. Tehát például akinek magas vérnyomás betegsége van, azoknál gyakran előfordul, hogy ilyenkor könnyebben kiugranak a vérnyomás értékei, illetve ugye szívbetegeknél romolhat maga az alapbetegség. A hőingadozás emellett könnyen vezethet megfázáshoz, a levegőnyomásának változása pedig a migrén előfordulásának esélyét növeli. A házi orvos ugyanakkor arra figyelmeztet, nem szabad gyorsan és felelőtlenül a gyógyszeres dobozokért nyúlni annál fontosabb a megelőzés és az orvosi tanácsok betartása. A legfontosabb ugye az, hogy mindig pontosan szedjük a gyógyszert, figyeljünk oda a saját állapotunkra, tehát hogyha azt érezzük, hogy jobban megvisel minket ez a hőingadozás, akkor pihenjünk többet, fogyasszunk naponta többször inkább könnyű ételt, a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásra mindenképpen oda kell figyelni, és hogyha, hogyha komolyabb panaszok vannak, akkor mi hamarabb fel kell keresni a kezelőorvost az esetleges terápia változtatás miatt. Az előrejelzések szerint hétvégéig az elmúlt hetekben tapasztalt szokatlan meleg várható napközben. Ugyanakkor jövő héten már komolyabb lehűlés következhet.